Romániában a 3 év alatti gyerekeknek mindössze 3%-a jár bölcsődébe, ezzel az Európai Unió utolsó helyén állunk. A szolgáltatásra lenne igény a szülők részéről, ellenben a legnagyobb problémát az jelenti, hogy nincs elegendő hely a bölcsődékben. A Maros-Szentgyörgyi bölcsődében járunk, ahol a gyerekek éppen a délutáni foglalkozáson vesznek részt. Már most látható, hogy jövőre sem lesz elegendő férőhely. A bölcsőde igazgatónője szerint várható volt a túljelentkezés, hiszen a községben ez az egyetlen bölcsőde. Első szempontban örülünk, hogy itt a községben Maros-Szentgyörgyön nagyon sok fiatal család jön, és nagyon sok gyerek születik. Ennek nagyon örülünk. Viszont ennek függvényében elég kevés a hely itt Maros-Szentgyörgyön, 60 férőhelyes a bölcsődénk, ebből idén 30 gyerek megy el, és így 30 hely szabadul fel, és 46 jelentkező van a 30 helyre. Különböző szempontok szerint pontozzák a leadott dossziékat. Az első és legfontosabb, hogy a szülők személyigazolványa a községbe szóljon, illetve hogy mindketten munkahelyen rendelkezzenek. Az első körben be nem jutók várólistára kerülnek. Varga Csilla kisfiát iratta be a bölcsődébe, jelenleg az eredményeket várják. Én a legjobbakra számítok, igen, most jelentkeztünk, ez az egyedüli megoldás arra, hogy ne kelljen munkába vigyem a kicsit magammal, ugye nagymamák még akkora, tehát hogy annyira fiatalok, hogy még dolgoznak, nagypapák nincsenek, segítség nincs, úgyhogy... Tényleg ez lenne az egyedüli megoldás. Jelenleg Romániában kevesebb, mint 40 önkormányzat működtet állami fenntartásból bölcsődéket. Ezek többsége nagyvárosokban található. De még így sincs elegendő hely. Évente több ezer gyerek kerül várólistára. Vidéken még ennél is rosszabb a helyzet, ugyanis az önkormányzat nem tudja fenntartani a bölcsődéket. A kialakult helyzet megoldását segítheti az RMDSZ által kidolgozott törvénytervezet, amelyet a héten szavazott meg döntőházként a szenátus. Ezzel a témával folytatjuk. A telefonnál Szabó Ödön parlamenti képviselő, a törvény kidolgozója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Romániában kevesebb, mint 40 önkormányzat működtet állami fenntartásból bölcsődét, ezek többsége nagyvárosokban található. A most elfogadott törvény javít majd ezeken a negatív mutatókon? Hát reményeink szerint egyértelműen, hisz innentől kezdve a bölcsődei finanszírozást kötelezően az állam is fogja át, egy részét legalábbis az állam át fogja vállalni, hisz normatív finanszírozás fog járni minden egyes gyermek után, amely a bölcsődébe be fog iratkozni. Ez a törvény elméletben megoldást jelent a bölcsőde hiányra, de a gyakorlatban is az lesz, például támogatja a bölcsődék működését, de lesz-e pénz ilyen intézmények építésére, kialakítására? Két külön dologról beszélünk. A bölcsődék létrehozására van egy országos program és egy Európai Uniós pályázati forrás is rendelkezésre áll a regionális operatív programokon keresztül, illetve egy világbanki finanszírozás is az oktatási és szociális minisztériumokon keresztül. Tehát ez nyilván az infrastruktúra bővítés. Általában nem az szokott problémát jelenteni, hogy valaki felépítsen valamit, hanem működtessen. Tehát a működtetési költség mindig sokkal, mint nyilván folyamatos forrásokat jelent, és nem egy egyszeri beruházást. Ez ebből a szempontból nagyon fontos, hogy például lehetőséget teremt majd arra, hogy a normatív finanszírozást nem csak az állami intézmények kapják meg, hanem az egyházak, civil szervezetek által, vagy akár magánszemélyek által létrehozott és akkreditált, nyilván itt nagyon fontos egy minőségi ellenőrzésen túlkeresni, akkreditált bölcsődei rendszer is meg tudja kapni. Tehát, hogy például azok a most épülő bölcsődék, amelyek az elkövetkezendő időszakban létre fognak jönni akár magánberuházásokkal is, a következő tanévtől finanszírozást nyerhetnek. Amennyiben már a következő tanévtől életbe lépnek a törvény előírásai, tényszerűen mi változhat? Két dolog mindenképp. Egyrészt az óvodai vagy a bölcsődei pedagógusoknak a finanszírozás egyértelműen a tanügyminisztérium felelősségébe kerül át, tehát a személyzeti költségeket át tudja vállalni a tanügyminisztérium. Ennek a szakemberállománynak a továbbképzése is átkerül ezáltal a tanügyminisztérium részére, és nyilvánvalóan ezáltal azok a források, amelyeket eddig például a nagyvárosokban erre a területre fordítottak, felszabadulnak, és újabb helyeket tudnak létrehozni. A többi helyen, ahol pedig ezeknek a forrásoknak az egyáltalán nem álltak rendelkezésre, úgy most újra tudják számolni, és be tudják indítani a kisebb településeken, vagy a kisvárosokban is a bölcsődéket.
Szabó Ödön képviselő úr, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.